város, köszöntöm nézőinket, önök gasztronómiai kalauzunkat látják a Főispán étteremből és Bormúzeumból. Egy nagyon kedves vendéget köszönhetek ma itt, Sas Erzsébet újságíró jött el hozzánk. Sasi, nagyon sok oldaladról ismerünk már, azt hiszem, hogy ez most egy új és izgalmas terület. Főzni fogunk, hát legfőképpen te, számomra csak megtiszteltetés ez a többes szám. Mit hoztál ide, és mit ajánlasz egyben a nézőknek? Hát miután a halat nagyon szeretjük, és úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon egészséges, ezért rácpontyot gondoltam. Igazából mi ezt karácsonykor szoktuk inkább csinálni, de hát most erres hónapot ülünk, ugye? Úgyhogy azt mondta édesapám mindig, hogy amikor er van a hónapban, akkor jó a hal, tehát akkor miért ne csináljunk most halat. A következők kellenek a rácpontyhoz. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen bizonyára minden régi receptet mindenki másképpen csinál. Egy kicsit mindenki átalakítja, saját, illetve a család szája íze szerint csinálja meg. Úgyhogy ha valaki a kedves nézők közül úgy gondolja, hogy másképpen csinálja a rácpontyot, akkor ő csinálja úgy, ahogy megszokta, én pedig úgy csinálom, ahogy én szoktam, és ahogy az én családom szereti. De azért azt tegyük hozzá, hogy ezt is érdemes kipróbálni, hiszen itt már hallottunk sok érdekességet a műsorban, és utána mindig pozitív volt a visszajelzés, hogy hát bizony így is finom. Hogyan lássunk neki? No, hát ami kell, ami a legfontosabb, hogy mi is kell a rácpontyhoz. Egy másfél kiló, egy kiló, másfél kiló, attól függ, hogy hány személyre akarjuk megcsinálni a rácpontyot, tükörpontyot megpuszolunk, megtisztítunk, kívülbelül besózzuk, és egy óra hosszát állni hagyjuk. Megfőzzük a krumplit, körülbelül egy olyan jó fél kilót, és majd mindjárt látjuk is, mert el is kezdem közben csinálni, jó? Hogy haladjunk is a munkával. A krumplit azt szépen leszeletelem, és az a jó, ha otthon van egy ilyen szép jénai edény, mint amilyen nekem is van otthon, és nektek is itt a Főispán étteremben, ez azért jó, mert akkor ezzel is tudjuk tálalni. Tehát ki is tehetjük az asztalra mindjárt. Jó, végül is megoszthatjuk a munkát, hogyha te szereteled. Így jó. Van, én szívesen jó. Rakom. Te megrakod. Rakom na neked. Most a lényeg az, hogy ha nagyobb a hal, akkor sincs nagy probléma. Az én férjem azt szokta csinálni, hogy akkor egész egyszerűen levágja a fejét és a farkát, és abból csinál finom halászlét. Tehát ha valaki a rácpontja előtt még kíván egy kis levest tenni, akkor a fejből és a farkából készült halászlét megeheti. Tehát össze lehet kötni igen. Itt a dolgokat. Igen, Sasi, közben egy kicsit elvonatkoztatva az ételtől, amíg itt az alapokat megrakjuk. Hogyan emlékszel vissza a te első remek művedre a konyhában? Mikor kezdtél el foglalkozni a konyhai dolgokkal? Én nagyon, nagyon korán sertepeltétem ott édesanyám körül, meg édesapám körül is, mert tudnod kell, hogy nálunk az egész család nagyon-nagyon szeretett főzni, és szeret főzni a mai napig is. Aki hát még olyan fiatal, hogy főzhet. És az első étel, amit önállóan elkészítettem, az egy halászlé volt. Bocsánat, most, hogy közben kérdezek. Itt 12 éves soron. Voltam. Igen, több soron. Több soron. És úgy rajzolta, hogy középen egy pici kis luk maradjon, mert jó, abba majd beültetjük, abba fekszik a hal, így van. Tehát az első étel az első is egy hal kötődött. Volt, igen. Édesapám szokta otthon nálunk a halászlét főzni, és hozott haza halat azzal, hogy este halászlé lesz a vacsora. És szerettem volna neki meglepetést szerezni, meg hát az egész családnak, és úgy gondoltam, hogy láttam én már őt annyiszor halászlét főzni, hogy meg tudom egyedül is csinálni. Megpucoltam a hagymát, a halat, azt már természetesen ellestem édesapámtól, hogy kell, tudtam, hogy hol a méregfoga és a többi, és szépen feltettem a hagymát, meginszteltem, paprikát tettem bele, és utána halat, és felengedtem vízzel. Na most, hát ugye már érzed, hogy itt valami kis gubanc van. Nem így szokott ez lenni. Mikor hazajöttek, nagyon örültek, hogy én megfőztem a vacsorát. Édesapám megkosolta, mondta, hogy jó, de hát valami nem stimmel. Mondjam el, hogy csináltam, elmondtam, és akkor derült ki, jó nagyot nevetett, és akkor derült ki, hogy tulajdonképpen a csirke pörköltet meg a halászlét egy kicsit összekevertem. Na most ez 12 évesen talán nem annyira nagy bűn, viszont utána, amikor hallottam, hogy vannak, akik bizony hal pörköltet csinálnak, akkor azt mondtam, hogy én ezt viszont már 12 éves koromban kitaláltam, és ez nem is volt olyan nagy probléma, hogy én azt úgy csináltam.
Azért megettük, főleg azért, mert édesapám azt mondta, hogy ha vettem a fáradtságot, és azt hiszem, hogy ez talán mindenkinek, aki nem főz, csak odaül az asztalhoz, és a fáradtságos munkával elkészített ételt megeszi, annak tudom üzenni és ajánlani, hogy bizony azt illik megenni, hogyha valaki sokat fárad értünk. Azt a vacsorát. Sokat fáradtál? Igen, igen. Én nyugodtan mondhatom, hogy amíg a gyerekeim odahaza voltak, tulajdonképpen én egy 4-tagú családnak szinte naponta főztem. Majdnem minden este, ugye ott volt a 2 nagy gyerek, parizert nem akartam adni, mindig egy ilyen egy tál ételt, de az kiadós legyen, és meleg étel legyen, és hát lehetőleg akkor tartalmas is legyen, főleg amikor már kamaszok voltak, és hát szerették is nagyon. Na most megvagyunk a krumplival, és a halat azt szépen beírdaljuk, mégpedig a következőképpen. Most azt mondták a fiúk, hogy be van sózva, de nincs besózva egyébként. Nem is baj, mert most az írdalásba is akkor tudok sót tenni. Ilyen vastagságúra, ez egy-egy szelet tulajdonképpen, amint látod. Ez nagyon gyorsan megy, főleg, hogyha ilyen jó kés áll az ember rendelkezésére. Otthon ez mindig megvan. És amikor beírdaljuk, akkor besózom, beborsozom. Még az írdalás helyét is. Jobban átjárják ezáltal az ízek. Így van, pontosan. És hát az nagyon-nagyon fontos, hogy főleg minden ételnél nagyon fontos, hogy egy kicsit előre legyenek ezek a műveletek elkészítve, mert hogy a só és a bors valóban beígja egy kicsit a húsba is magát. Ez nem olyan nagy hal, tehát itt nagyon könnyen átfogja az ízt majd venni. Sosi, hadd kérdezzek közben, azt, hogy te most halat hoztál, és említetted, hogy nagyon szeretitek, de mondtad, hogy azért mindig a gyerekeknek igyekeztél főzni, és hogy említetted, hogyha egyszerűbb is, de valami igen legyen. Ez egyben azt jelenti, hogy azért az egészséges táplálkozás is fontos. Én lehet, hogy itt most két dolgot kötök össze, ugye ne hideget egyen, meleget egyen, a hal nagyon fontos otthon a családban, tehát figyeltek arra, hogy mit esztek. Igen, hát figyelünk rá, de talán kevésbé, mint kellene, de azt hiszem, hogy ezt majdnem mindenki elmondhatja magáról. Viszont nagyon sokat eszünk halat, és nagyon sokat baromfit. Nagyon-nagyon szeretjük a csirkét, nagyon szeretjük a töltött csirkét, a töltött csirkecombot és a pulykát, amit a férjem remekül tud elkészíteni. Na most a következő a menete. Az egyik írdalásba tesszük a szalonnát, a következőbe pedig a sajtot, és ezt folytatjuk mind a két oldalon egészen addig, akkor ez még nincs felvágva, egészen addig, amíg tart a halacska. Lehet venni esetleg olyan sajtot is, ha valaki úgy gondolja, ami már előre van szeletelve, és akkor nem kell vele sokáig bajlódnia. Van is itt még egy szalonna, tehát a következőben megint szalonna kerül. És a végül pedig majd megint a sajt. Igen, és megint a sajt, és ez így megy végig, sőt a másik oldalán is, mert mind a két oldalán. Na most, ha ezt jól megnézzük, akkor igaz, hogy hal, de hát azért elég nehéz, mert van azért ebbe szalonna, bár ez a szalonna nem annyira zsírosa, amint látjuk, hogy ez az előre felszeletelt szalonnával dolgozunk. Viszont amikor megsül, akkor nagyon-nagyon isteni finom tud lenni, olyan finom ropogós, úgyhogy nagyon finom. Egyébként visszatérve a gyerekeimre, hogy mit szerettek enni, nagyon érdekesen alakult, mert a fiam az inkább pörkölt és nokedli párti volt, melyik férfi nem az, a lányom pedig inkább rántott vagy sült húsakat szeretett, és nem voltak egyikőjük sem édes szájú. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, ezzel nekem megkönnyebbedett a dolgom, és ha igazán nagyon szerettem volna kedveskedni nekik egy vasárnap, esős vasárnap délután, akkor nem süteményt, hanem egy ekkora nagy jénaitásút krumplit csináltam nekik, és akkor nagyon boldogan vonultak a tévé elé vele, vagy esetleg olvasni, ha éppen nem tévézni szerettek volna. Na most hát így néz ki az egyik fele, és így fog kinézni a következő fele is, mert ezt most így szépen megfordítjuk, és kezdjük az egészet előről, mondjuk kezdjük akkor most sajttal. Tehát akkor mind a két oldalán megtöltöttük szépen a halacskát, beletesszük a tálba, elhelyezzük szépen,
és utána pedig jöhet a sütés. Egy kicsit ezt még itt kiveszem, ezt a krumplit, hogy a feje is jól feküdjön. Még egy valami sose, amit nem említettünk, igen, hogy végül is a sajt, ugye azt már mondtad, a könnyebbség kedvéért lehet szeretet, igen, de az ízben is ugyanilyen ízben szabad is kezet kapunk. Igen, igen, hát trapista sajttal is lehet, de a füstölt sajt a legfinomabb, mert hát annak olyan igazán jó zamata van, és hát akkor a halhús mellett ugye még kicsit olyan lágyabb íz, az dominánsabb akkor egy kicsit, ha a füstölt sajttal csináljuk meg. Na most így, ahogy látod, így betesszük a sütőbe 30 percre. 30 percig lesz a sütőbe, az alatt, az idő alatt szépen lassan megpuhul a hal, és a krumpli is elkezd majd pirulni, és amikor kivesszük, akkor lesz a következő mozdulat, ami hát nagyon-nagyon fontos, mert akkor kezdődik az a fajta díszítés, ami tulajdonképpen ízben is meghatározza egy kicsit, de azért is nagyon fontos, mert adunk mellé egy olyan szép színhatást, ami, mint tudjuk, hogy az étel, amikor a látványát, mert ugye nem csak a nőknél van úgy, hogyha meglátunk egy szép nőt, mondják a férfiak, akkor megkívánjuk, hanem az étel is úgy van, hogy amikor nagyon szépen van elkészítve, akkor azt megkívánjuk. De én egyelőre ezt most felkarikázom és ide teszem, mert akkor fogjuk rátenni, amikor már a hal megpuhult. Amíg a halunk a fólia alatt, ugye mivel hát azért azt ugye gondolom el kell mondanunk, hogy egy fóliával ilyenkor nem árt letakarni süldögél, ahogy említetted, a színhatást itt előkészítjük. Sasi, ez, hogy így ennyire figyelsz, és hogy az étel meg a színhatás, ez azt jelenti, hogy otthon, amikor leültök vacsorázni, akkor is fontosak ezek a dolgok, vagy most éppen ne adj Isten a műsor kedvéért, nem, hívod fel erre a figyelmet? Nem, én őszinte megmondom neked, hogy én szívesebben jöttem volna el, ha azt mondod, hogy csak terítenem kell. Tudnilik, az egész főzést is nagyon szeretem, de a legjobban, amit imádok, az maga a terítés. A hétköznapi életben is igyekszem mindig nagyon szépen teríteni, tehát a legegyszerűbb ételeknél. Nekünk van egy kis konyhánk, ahol mi a férjemmel ketten bőségesen elférnénk abba a kis konyhába, de kettőnknek is mindig megterítek az étkezőbe. Szeretem megadni a módját, szeretem a színeknek az összhangját, tehát legyen összhangba, azért szeretem a fehér damaszt abroszt, mert ahhoz nagyon szép színes gyertyákat tudok tenni, színes virágot és nagyon szép szalvétát. Imád, akár merre megyek, ha meglátok egy üzletbe egy szép szalvétát, azt megveszem, mert az valamikor majd jó lesz. Na most ezt a szép terítést az ünnepek alatt aztán még fokozom. És azt szoktam csinálni, hogy mindig egy pici kis ajándék is van olyankor, vagy a tányérba beletéve, vagy a tányér mellé, és nagyon-nagyon szeretek szépen teríteni, mert úgy gondolom, hogy a család igazán akkor van együtt, amikor eszik. És az legyen egy kicsit a nyugalom szigete, a családi asztal, és hát ha egy régi filmet megnézel, akkor a béke és a nyugalom áradott azokból a pillanatokból, amikor a család együtt van. Hát ezt kellene nekünk, modern embereknek egy picit megőrizni, és egy picit megtartani, mert hát sajnos az elfoglaltság miatt mindenki rohan, és nem nagyon vannak együtt a családok, pedig az egy összetartó erő. Egyébként most, hogy erről beszélgetünk, eszembe jutott még egy jó mondás, amit gyakran idézek, hogy én nagyon szeretek enni, és olvastam egy görög bölcset, aki azt mondta, hogy aki nem szeret enni, az nem szereti az élet egyéb örömeit sem. És hogyha ezt egy kicsit átgondolod, és az ismerőseidre gondolsz, akkor rá is jössz, hogy az, aki úgy turkálja az ételt, meg ez se tetszik, az se tetszik, ez se ízlik, az se ízlik, az egy kicsit olyan ember is, egy kicsit olyan savanyú, egy kicsit olyan mindig pessimista, mindig rossz kedvű, és azok, akik olyan igazán szeretnek jókat enni, azok szeretnek jó nagyokat dolgozni, jót szórakozni, kirándulni, és az élet egyéb örömét, ami hozzátartozik. Hát mi most ezt itt Sasi be fogjuk bizonyítani, rögtön hozzuk tehát ezt a mi kis pontjunkat, amit mi nagyon-nagyon szeretünk megenni, és megadjuk neki a dísztést. A díszek tehát készen állnak, 30 perc elteltével körülbelül ilyen állapotba kerül ez a halacska, és akkor hát jöjjenek azok a szépen megdíszítjük bizonyos színek. Igen, hogyha nagyobb, nekem nagyobb a tepsim, tehát a krumpli jobban szétterpeszkedik benne, hogy úgy mondjam, tehát nagyobb lehetőség van a díszítésre, mert itt most nagyon a halacska körül kicsi a hely.
paprikát nagyon sűrűre kell tenni. Ugye paradicsom, paprika, igen, hagyma, és hagyma, egy kis, igen, sajt is. Sajt, ami megmaradt, tehát amit nem használok fel a megtöltéséhez, azt a sajtot és azt a szalonnát, azt egy, azzal egy kicsit megbolondítjuk tulajdonképpen a krumplit, hogy ne legyen olyan száraz, és finom íze legyen annak is. A köret is ezáltal, igen, gazdagodik. Igen, így van. Sasi, közben még egy kérdés, amíg, igen, itt a dolgok rákerülnek a helyükre, vagyis hát ugye a halacskát és ezáltal úgy mindent, meg majd remélem, hogy a mi kedvünket is ékesítik és díszítik. Sokszor említetted itt a műsorban a családot, hogy ki így, ki úgy, az István kedves férjed így, a gyerekek úgy, igen, hogy nálatok azért úgy le lehet mondani azt, hogy kinek mi a feladata a konyhában, vagy mondjuk egy ünnepi asztalra, ki mit varázsol, kinek hát mi, igen, a specialitás? Az az igazság, hogy mindenki nagyon szeret nálunk egyedül lenni a konyhán, és ezt meg is értem, mert tulajdonképpen akárhogy is veszük, a konyha művészet, ugye benne is van a nevébe, az úgy igazi, hogyha mindenki egy kicsit úgy saját maga elmerülged benne, és saját kedvére, és ez egy jó hobbi is tulajdonképpen. Na most elmondanám, hogy például a lányom az csodálatos hidegtálakat tud készíteni, gyönyörűeket, csodaszépeket, valamikor fiatal koromban én sokat csináltam. A férjem nagyon finom halászlét tud főzni, nagyon finom bakonyit, és még sorolhatnám, és hát télen nagyon szeretjük a téli menüben mindig benne van a kocsonya, azt nagyon finomra tudja főzni. Édesanyám szinte mindent finoman főzött, hát azt hiszem, hogy ezt mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy édesanyám konyhája az mindig a legfinomabb volt. Ő kitűnően sütött is egyébként, nagyon finom réteseket tudott csinálni, és mindent nagyon finoman csinált. Édesapám a bogrács ételeket készítette, és hát most az anyósom, ő fantasztikusan tud rántott csirkét csinálni, ha megyünk hozzájuk, akkor mindig isteni finom rántott csirkével fogad, és hát azt állítom, hogy a palacsintának nincs párja, amit ő süt, nagyon-nagyon finom palacsintát tud sütni. Hát közben még ezt elmondtam, hogy a családban ki mit főz, és szoktunk egymásnak kedveskedni is, úgyhogy ha egymáshoz megyünk vendégségbe, akkor igyekszünk mindig azt főzni, amit a másik fél szeret. A halászlé pedig mindig nálunk van, mert ugye a halászlét azt úgy érdemes csinálni, hogy nagyobb adagot, és akkor jöjjön el az egész család, és akkor lehet egy isten igazi nagy adagot csinálni. Hát utána pedig egy rácspontja, azt hiszem, hogy mindenképpen jól eshet mindenkinek. Ez most ismét egy újabb fázis, de még vissza fogunk jönni néhány perc múlva, egy olyan jó 10-15 perc múlva, mindez még egy tejfölös löketet is kap, hogy így mondjam. Incsiklandó illatok, most hoztuk a sütőből, igen, a pontyunkat. Hát ez már az utolsó előtti pillanatok, ahogy most kinéz. Most fogunk tenni egy kis tejfölt rá. Picit megbolondítjuk még. Pici só van a tejfölbe egyébként. Még fokozva az, igen, ízlatás. Így van. Van, aki pirosra csinálja a tejfölt. Én így fehéren szeretem, mert úgyis majd meglátjátok, hogy amikor kikerül a sütőből, akkor azért egy kicsit más színe van, nem ilyen hóka színű, és hát nagyon-nagyon finom, és még kicsit lágyabbá teszi az egészet, és hát zaftosabbá a tejföl. Nagyon finom zaftos lesz tőle. Na most hát amikor vágjuk, már most is látszanak, hogy szépen a szeletkék külön válnak, akkor nagyon egyszerűen lehet egy kis köret és mellé egy jó éles késsel egy szép szeletet levágni, és akkor úgy teríteni rá a tányérra. Sasi, tulajdonképpen nincs más hátra, mint hogy teljesen készre süssük a pontyot, és akkor jöhet a tálalás. A tálalás előtt azonban még egy fontos kérdésre ki kell térnünk, megvizsgáljuk azt is, hogy ez az étel milyen bort kíván.
Sasi, rólad köztudott, és gondolom a nézők többsége is tudja, hogy abszinens vagy, abszolút nem fogyasztasz alkoholt, de azonban a itt Szekszár lévén a jó pohár bor élvezete jelen esetben az ételmenről sem maradhat el. Mint a vendégek többsége, te is borásszal érkeztél, Vida Péterrel. Miért pont őt hívtad meg a műsorba? Mielőtt erre válaszolnék, szeretném elmondani, hogy természetesen attól független, hogy én nem iszom, és ezt talán a kedves nézők is a Szekszárdi Vasárnapot olvasva és a többi újságokat tudják, hogy mennyire nagy tisztelője vagyok a szekszárdi borászoknak és szőlészgazdászoknak, hiszen rengeteg vendég volt közülük, kávéházi randevú vendégem, nagyon sok borversenyen részt vettem, és nagyon sokat írok róluk, mert meggyőződésem, hogy azért ennek a pici városnak, Szekszárnak a világhírnevét ők fogják majd egyszer megszerezni a számunkra. És hogy miért Vida Pétert? Azért Vida Pétert, mert mindig vágyam volt, hogy Vida Pétert egyszer kávéházi randevú vendégnek meghívjam. Valahogy mindig úgy alakult, hogy valaki más jött helyette. Vida Péter egyébként a szomszédom, és nem hiába választotta annak idején Matokné Kapasi Júlia sem. Mi egy lakótelepen lakunk valamennyien, aztán még a férjemnek iskolatársa is volt, és egyébként is olyan csodálatosan tud a borról beszélni, több borászra jellemző, de azt hiszem, hogy Vida Péterre különösen, és ezért hívtam meg nagy szeretettel, hogy jöjjön el. Péter, hát azt hiszem, hogy ilyen felvezető után sok szeretettel köszönhetem csak én is a műsorban. Mit ajánl a Sasi féle Rácpontyhoz? Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, és borzasztó öröm számomra, hogy az Erzsikével együtt itt megjelenhettünk, és az ő általa létrehozott, megalkotott valami remek művet megkoronázzuk az én egyik borommal. Mindenképpen azt gondolom, hogy hihetetlen nagy lehetőség az ember életébe, hogyha rádöbben arra, a gasztronómia és a bor kapcsolata az mennyire fontos. Ebben az esetben is hiszek ebben. Pontosan azért választottam én ma ezt a vidaküvét, mert ez igazából négy fajtából áll. Egy Cabernet Franc-ból, Merlot-ból, Kékfrankosból és Kadarkából. A sorrend is körülbelül, az arányoknak a sorrende is körülbelül ebből is így áll össze. És hogy miért is? Azért, mert ahogy én megláttam ezt a fantasztikus, csodálatos Rácpontyot, hát azon túlmenően, hogy a szám összeszaladt a nyál, rögtön ugye az jutott eszembe, hogy miből is áll ez? Egyszer egy nagyon finom pontyból, tehát halhúsból. Ahhoz igazából mindenképp valami fehér vagy rozébor illenék. De mivel ez sokkal több annál, itt megjelenik egy fantasztikus szalonna illat, zamat, megjelenik a paprika, megjelenik a hagyma, hát aztán innentől kezdve minden lehetőség a borász kezébe van, vagy legalábbis annak az embernek a kezébe, aki ajánlhat bort. Ebben az esetben pontosan ezért, mert bonyolult ízvilágú étel született, nagyon szép zamatokkal, hát egy ugyanilyen ízkomponensű bort szeretnék itt bemutatni, aminek igazából persze az a nagyon nagy jelentősége, mint a küvéboroknak, hogy a különböző fajtáknak bizonyos pozitív tulajdonságait szeretnénk összeolvasztani és megjeleníteni egy új egyedbe, ebbe a zigótába, hát magába a küvébe. Azért küvé a küvé, mert több borból házasodik össze. A világon nagyon sok borvidéket ismerünk, de hogy csak a legrangosabbat említsem, a bordói borvidéket. Ott ugyan nem mondja senki, hogy küvébort kóstolunk, de mindenki tudja, a hozzáértők, hogy a bordói borvidéken három vagy négy fajta van, amiből készülnek a borok. A sató tulajdonsága és tulajdonosa dönti el, hogy ő most melyik fajtából mennyit tesz bele. Hát én egyszerű, nem sató, hanem egyszerű pince tulajdonos vagyok, és ez alapján a előbb elmondottak alapján állítottam össze ezt a bort, és gondolom, hogy valami nagyszerű, fenséges íz lesz majd ez a egyszerűen gyönyörűséges Rácpontyhoz. Hát azt hiszem, hogy ennyi élvezet után tényleg, kedves nézőink, nincs más hátra, miközben Péter tölt, és mi elvesszük a borokat, természetesen kocintani fogunk arra, hogy ez a műsor is létrejött. Köszönöm szépen, Sasi, hogy itt voltál, köszönöm Péternek, és hát kocincsunk arra is, hogy önök próbálják ki a Rácpontyot és a hozzáillő bort. Köszönöm szépen mindenkinek, váljék kedves egészségünkre!